Szeretettel üdvözlöm Önöket, Kócián Tímea vagyok, az Ocean Sziget-Szent Miklósi Áruházának az igazgatója. Az elkövetkező 20 percben szeretném Önökkel megosztani, hogy hogyan indultam el a Lean vezetővé válás irányába, és hogy csapatommal milyen élményekkel, milyen kalandokkal gazdagodtunk a tanulási útvonalunk folyamán. Mindenek előtt engedjék meg, hogy bemutassam pár gondolat erejéig az Ocean-t. 16 országban van jelenleg az Ocean csoport, 3800 hipermarketet és szupermarketet üzemeltetünk, és mindegy 330 ezer kollégával dolgozunk világszinten együtt. Magyarországon 19 áruházunk és 18 töltőállomásunk van, kollégáink száma 7000, úgyhogy itthon is elég jelentős kollégákkal dolgozunk együtt. Évente 42 millió vásárlást bonyolítunk le áruházainkba, a közel 220 ezer négyzetméter alapterületünkön. Ez 30 futballpályát takar, amit ugye Szabolcs is említett a tegnapi meccs kapcsán. Akkor a futballpályák ezek, amelyen tegnap döntetlen tudtunk hozni. Áruházainkban 40-70 ezer féle terméket értékesítünk. Nagyon nagy ez a referencia szám, és nagyon széles választékkal várjuk a vásárlóinkat, azonban elengedhetetlen, hogy biztosítani tudjuk a mindennapokban ezt a termékeknek a jelenlétét. Ehhez heti 500 kamion áru indul útnak az áruházakba, ez 16 ezer raklapot jelent, ma a kollégáink 16 ezer raklapot mozgatnak meg hetente. Egy kicsit tovább szűkítve a kört a saját áruházamra, a Sziget-Szent Miklósi áruház 14 ezer négyzetméter, 320 kollégával dolgozom együtt, közvetlen csapatom a humán erőforrás vezető, controlling vezető, három kereskedelmi senior menedzser, akik ma itt is vannak közöttünk, és további 17 menedzser. És egy apró sikert szeretnék megosztani Önökkel. A tavalyi évben egy belső vállalati díjazás keretein belül a Sziget-Szent Miklósi áruház hazavihette az év áruháza díjat. Örömmel vittük haza a díjazásunkat. És hogy hogyan indult a mi kalandunk, hogyan indultunk el a Lean útján. Vállalatunkban jelen van, és a vállalati gondolkodásban nagyon fontos szerepet tölt be a fejlődés és a fejlesztés. Pár évvel ezelőtt már elkezdtünk dolgozni a folyamataink fejlesztésén, azonban elsődlegesen eszközökben gondolkodtunk. A tavalyi évben merült föl először, hogy a Sziget-Szent Miklósi áruházba elsőként, mint pilótáruház elindulunk egy új szemlélet, egy új menedzsment megismerése során. Ekkor ismertük meg a transformációs házat, a transformációs háznak az elemeit és az egyensúlyának a fontosságát. A képzéseket követően egy rövid leállás volt tapasztalható az áruházba. Éreztük, hogy nagyon sok energiát, nagyon sok időt fog elvenni ez az új folyamat, ez az új kultúra. Nem tudtuk, hogy merre menjünk, merre induljunk el. Döntésünkben segített az, hogy gondolatainkban helyre kellett tennünk, hogy ez az új kultúra, ez az új szemlélet nem a jelenlegi menedzsmentünkre fog tevődni, hanem lecseréli azt. Egy új kultúra, egy új szemlélet lesz az elkövetkező időszakban a mi gondolkodásunk. Ennek tudatában elindultunk a kollégák és a folyamataink fejlesztésén, majd megérkeztek az első pozitív eredmények, megérkeztek az első sikerek. Hatalmas energiát adott ez a csapatnak, hogy tovább tudjunk lépni, hogy tudjunk haladni a tanulási folyamatunk során. Mára a csapatomat igyekszem a célok irányába, a célok mentén vezetni, és ma minden tevékenységünket a céljaink elérése érdekében bonyolítunk és teszünk meg. Elkészült az áruháznak a transformációs háza. Nem szeretném Önöknek felolvasni az egészet, mert sárga lapot kapnék, azt gondolom, a szervezőktől. Azonban szeretném megmutatni a komplexitását, hogy abban gondolkodunk ma, és gondolkodom, hogy minden ellenben dolgozzunk, és egységesen egyensúlyba tudjuk tartani a transformációs házunkat. Egyetlen egy pontról szeretnék beszélni, és mégpedig a legfontosabb számunkra. A legfontosabb a vásárló. Szeretnénk ma a vásárlót és a lakosokat jobban kiszolgálni, megadni számukra azt az igényt és azt az értéket, ami fontos ő nekik. A vásárló fogyasztói magatartását ma befolyásolja kettő hatalmas nagy blokk. Az első a külső környezet, itt ugye benne van a marketing és benne vannak a környezeti hatások. Ezek mindenképpen hatnak ránk, mint vásárlókra. A másik hatalmas nagy blokk pedig a vásárlónak a fekete doboza. Ez a fekete doboz jelöli az ő személyiségét, az ő személyes tulajdonságait, benne van a kulturális hovatartozása, benne vannak a szokásai, az attitűdjei, és ebben a blogban szerepel a vásárló döntési folyamata.
melynek első pontja, hogy felmerül a vásárlónak a problémája. Nekem, mint kereskedőnek és csapatomnak, akik szintén kereskedők, a legfontosabb kérdés számunkra, hogy hogyan tudjuk a vásárlónak a problémáját megoldani. És ma minden cselekedetünkben, minden fejlesztésünkben ezt a szemléletet, ezt a gondolkodást tekintjük elsőképp. Mindemellett, hogy képezzük csapatainkat, és elkezdtünk foglalkozni a transformációs házzal. Nagyon sok élményt tapasztalunk, nagyon sok jó érzést élünk meg az tanulási folyamatunk során. Van olyan kollégám, akinek pozitív az, hogy egy új tárgyi tudást, egy új ismeretet tud szerezni. Számomra nagyon fontos, hogy ismerem az áruháznak a 70 területét, amely ma elhelyezkedik lent az eladótérben, azonban mélyen a folyamatokat ma nem látom. Egy nagyon jó példát hoztam önöknek, ez a cukrászat példa. Nem vagyok egy nagy szakácsnő, otthon nem tudok süteményt készíteni. Egyébként azt szoktam mondani, hogy nincs is rá szükségem, hiszen zseniális mester cukrászokkal dolgozunk, így adott az áruházamban a sütemény. Azonban érdekel az, hogy ma mi történik a cukrászaton, és hogyan működünk ma. Egy nagyon érdekes tapasztalatot szeretnék önökkel megosztani. Elképesztő volt rájönni arra, hogy ma a kiadott termékeinknek a mennyiségét egy üst mérete határozza meg, és azt, hogy mennyi krémet állít elő a kollega. Hiszen ahogy előállítottuk a krémet, betöltjük a süteménybe, és a szalagnak a végén nem az a mennyiség jön ki, amit ma a vásárló szeretne, hanem ontjuk a terméket. Az elkövetkezőkben szeretnék ezzel foglalkozni az áruházba, hogy hogyan tudom megfogni és megfordítani majd ezt a folyamatot, hogy a vásárló irányából induljon el a gyártandó mennyiségünk. Mindemellett nagyon fontos, hogy a cukrászaton megtapasztaltakat van lehetőségem megosztani a kollégáimmal. Nem egyedül dolgozom ezeken a területen, én csak láttam valamit, majd bevonom a vezetőimet, a dolgozóimat, a kollégáimat, és együtt kezdjük megoldani ezeket a problémákat, vagy egy új gondolatot, egy új szemléletet vinni a napi működésünkbe. Az áruház nyitott arra, hogy kísérletezzenek ma a kollégák. Egy szenior kolléganőm elkezdett kísérletezni a raktárkészlettel. Szeretnénk a raktárainkat csökkenteni, és muszáj ehhez a készleteinket is lecsökkenteni. A készletek nagyságát befolyásolja ma az a polckapacitás, az a szám, ami a rendszerekbe be van állítva, hogy a polcon mennyi termék legyen kint. Korábban ezt manuálisan állítottuk 40 ezer termékre. Nagyon sok időt és energiát vett el ez a csapattól. Most a kísérlet keretein belül a polckapacitások állítása csoportosan történik, és látható a kísérlet eredménye, hogy egy hónap alatt milyen mértékű változást tudtunk elérni. Nyitott az áruház a kísérletre, és várom, hogy a kollégák hozzák a jobbnál jobb ötleteiket. Egyetlen egy nagyon fontos kritérium és kérés van felém. A vásárló ma nem sérülhet, ő ma nem érezheti meg a kísérletnek a negatív hatását, ha esetleg úgy jut neki. Az áruházon kívül is én egy új szemléletet, egy új szemet kaptam a világra. Elhoztam önöknek egy személyes példámat, egy személyes élményemet. Pár hónappal ezelőtt volt lehetőségem ellátogatni Dubajba. És a dubai átalakulás és amit én szeretnék elérni átalakulás között párhuzamot vélek felfedezni. Hogy mi is történik majd Dubajban. 60 évvel ezelőtt ugye ott sivatag volt, vályogházakban éltek, és horgáztak, halásztak az emberek. 20 évvel ezelőtt azonban egy hatalmas nagy átalakulás vette kezdetét. 20 évvel ezelőtt elindult a turizmus, elindultak az építkezések, és az idegenforgalom felé fordult a város. Ennek az oka, hogy elapadnak lassan az olajkészletei. Pár éven belül nem lesz olaja, azonban a GDP-ét ki kell termelje, és így a szektorokon keresztül átstruktúrálta a tevékenységét. Hatalmas az átalakulás, és szeretnék egy ilyen mértékű, tudatos átalakulást véghez vinni az áruházamba. Három példát hoztam még önöknek Dubajról. Első példaként, csak hogy mennyire változik az ember gondolkodása. Elindulunk a nyaralásunk, utazásunk során, kimegyünk a repülőtérre. Én azt gondolom, hogy nem kell elmondani, hogy mi történik ott, de ott szembesül az ember ebben, hogy ez standard nekem, és standard az ottani dolgozónak. Ugye kimegyünk, feladjuk a csomagokat, becsekkolunk, és majd ütemezve van, hogy mikor tudok felszállni a gépemre.
Egy másik példaként, közlekedési eszköznél maradva, a dubai metróban nem utazhatunk mi nők együtt a férfiakkal. Azonban még hogyha nyelvet sem beszélek, vizuális jelek mutatják azt, hogy melyik kabinba szállhatok én be, és melyikbe pedig nem szabad, mert hogy büntetnek érte. Továbbá vizuális jelek mutatják azt is, hogy a metróban ott egyszerre történik a leszállás és a felszállás. Itthon azt gondolom, hogy csúnyán beszélnénk egymással, hogyha a leszállás, felszállás ilyen egyszerre történne. Ott ez a szokás, és mutatják felfestett vizuális jelek. És még egy példát hoztam önöknek, egy kereskedelmi példa. Kereskedő lévén ellátogattam helyi szupermarketbe. Sajnos csak mint vásárló volt lehetőségem megnézni, és ez ilyen zsebből készült lesifotó, mert nem szerettem volna a biztonsági területet is megismerni. Nagyon érdekes volt látni, ami itt történik. Levettem 4 kávét a sorba, és egy fiatalember mögöttem fölírta. És azt vettem észre, hogy megy a fiatalember végig a sorba, és írja föl a termékeket, hogy mi az, amit levesznek a vásárlók, majd azt hozza ki. Nálam nem így történik az áruházba a töltés. Nálunk beérkezik a 3 kamion, és a kollégák elkezdik kivinni, és addig töltünk, amíg raklap van. Nem nézzük meg ma azt, hogy mi kell ki az áruházba, és nem a vásárlói oldalról fogjuk meg ezt a folyamatot, hanem ami jön, azt pakoljuk. Követendő példa számámra ez a dubai minta. Lenyűgözően szép volt az egész áruház, és teljesen minden egyes sora is elleme feltöltött volt. Mindamellett, hogy kalandozgatunk és jó érzésekkel éljük meg ezt az egész átalakulásunkat, nagyon nagy szerepem van és nagyon fontosnak érzem a szerepemet az átalakulás kapcsán. Én hiszek a mintába, hiszek abba, hogy példaértékkel kell lennem és példát kell mutatnom a csapatomnak, mert akkor tudom elvárni és akkor lesz látható mindenki számára, hogy mi az irányunk. Ennek megfelelően vannak saját A3-aim. Az első A3-amat 2 hónapon keresztül írtam, és 5-ször téptem szét. Én azt hittem, hogy nekem nem lesz soha A3-am ebbe az életbe. Azonban végigküzdöttem, megtanultam, gyakoroltam, és eljutottam addig, hogy ma képes vagyok egy A3-at végigcsinálni, és tudok problémákat megoldani. Egy konkrét példát hoztam önöknek. Tavaly májusban nyitottunk Csepelen egy benzinkutat. Ez a benzinkút annyiban más az Ósan szokásos kutaktól, hogy itt egy kis üzletet, egy kis shopot üzemeltetünk. Ezt a shopot az áruház látja el ma. 2 hónapon keresztül figyeltem azt, hogy nem tudom ellátni a kutat, nincsen szépen feltöltve, nem tudom kivinni azt a terméket, amit ma a kút kér. Majd elkezdtem foglalkozni a kiszállítási mutatóval, és megnézni a mi érteket, hogy miért nem tudom biztosítani, majd elkezdtünk azon dolgozni, hogy hogyan fogom tudni biztosítani a kiszállítást. Ennek a munkának köszönhetően a korábbi 88%-os kiszállítási mutatóról elértünk a 96%-ig. Tudtuk biztosítani az ellátását a kútnak. Egy kolléganőmet vontam be, közösen kezdtük már ezután a folyamatot működtetni, és őszinte leszek önökkel, egy kicsi időt is spóroltam magamnak így az áruház mellett, hiszen én már csak akkor szólok bele a folyamatba, amikor eltéréseket látok, akkor kezdek aktívan foglalkozni a területtel és megkeresni a problémákat. Egy kicsit a csapatnál maradva, nagyon fontos gondolat az én oldalamra, és én ezt gondolom, hogy egyedül ez ma nem megy. Én tudok gondolatokat, eszmeiségeket megismerni, tanulni, tudok átalakulni, azonban ha nagy mértékű változást szeretnénk elérni a szervezetbe, vagy az én esetemben az áruházba, szükség van a csapatra. És szükség van arra, hogy közös megértésünk legyen, mit miért teszünk, és merre haladunk. Az elmúlt egy évben a csapatommal ezt sikerült elérnünk, ma közösen, közös nyelven beszéljük a lint. Megszülettek az első sikeres A3-ak, és nagyon büszke vagyok Orosz Nagy Szilvia kolléganőmre, aki be is fogja tudni ma mutatni önöknek az első sikeres A3-ak egyikét. Azonban kihívást is rejt ez a terület, mégpedig a kihívás számomban abban rejlik, hogy a csapatom tanulási folyamata, az ideje, a tanulási ideje különböző. És van, aki előrébb tart a folyamatban, valaki egy kicsit le van maradva. Én azt gondolom, hogy ez nem probléma. Mindenki el fog jutni addig, hogy a saját tempóján keresztül eléri azt a tudást, és eléri azt a képességet, amire ma szükség van. És egy gyönyörű tükröt tettem föl még. A tükör az nekem egy szimbolikus jelzés. Az első gemba sétámon nagyon nagy
problémának éltem meg, és nehézségnek, amit láttam az áruházban. Egy más típusú szemmel mentem le, mint korábban, és fájt a lelkem, hogy csúnyának látom az áruházat, és valós problémákat látok. Azt gondolom, hogy ezen a tükrön mindenkinek túl kell lépnie, és utána már nem az érzetét meg a fájdalmát fogja érezni, hanem azt fogja látni, ami valós probléma, és azon fog dolgozni, hogy a problémáját meg tudja oldani. Miben változtam az elmúlt egy évben? Három példát mondanék önöknek. A korábbi működésemben minden reggel én lemegyek az áruházba, egy telefon a kezemben, 15-20 telefont szoktam elindítani, ahol elmondom a kollégáknak, hogy ez a probléma, és gyorsan oldjuk meg. Mára eljutottam addig, hogy egyrészt nem megyek egyedül az áruházba, hanem vezetőkkel, dolgozókkal együtt megyek végig, és a problémákat nem én mondom meg, hanem ők mondják meg. És sok esetben ezek a problémák már föl sem merülnek, ami régen fölmerült, most már nem probléma. Egy másik példaként, korábban kontrollingvezetőként dolgoztam az áruházba. Nagyon az eredményekbe gondolkodtam, és eredmény szemléletű orientációjú vagyok. Mindig elvártam, hogy hozzuk az elvárt, vagy az eredményeket, a célokat, és mindig akcióterveket irattam, aminek az volt a legfontosabb pontja, hogy holnapra hogyan fogod megoldani. Most a kollégáim megoldották, és holnapra hozták az elvárt eredményt, de az egy napig szólt, majd két hét múlva ugyanazt a problémát szedtem elő, ugyanazt a problémáról akcióterveket irattam, és ezt játszottam évekig. Már eljutottam addig, hogy ma nem az eredményekbe gondolkodok, hanem az embereknek a fejlesztésébe és a folyamatok fejlesztésébe, és az akcióterveket félretettem. Ma inkább azon beszélgetünk, és arról beszélgetünk, hogy miért alakultak úgy az eredmények, mi történik jelenleg, és mi kell majd ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. És még egy példaként ez a van probléma, nincs probléma. Amikor megismerkedtem, és tudtam, hogy majd tanulni fogunk a Lean-ről, egy kollégám annyit mondott, hogy a neten olvasta, hogy ez valami problémákkal fogunk foglalkozni, valami ilyesmiről fog szólni az egész dolog. Hát én mondtam, hogy hát oké, de nekem nincs problémám, akkor nincs nagyon miről beszélgetnünk, úgyhogy nekem most nem aktuális ez az egész helyzet. Ezt követően még azt is mondtam, hogy jó, hát nézzük meg, mit tud, és tartottam egy értekezletet az áruházba, nevezzük át a problémát címszóval. A probléma az egy negatív töltetű szó a működésünkben, és nem engedtem, hogy az áruházban ma ezt a szót használjuk, mert én nem fogom kitenni az embereket annak, hogy ma egy negatív töltetű szót fogok minden nap hangoztatni. Na most erről leszoktam, és félretettem, és még a gondolataimban nekem is helyre került, hogy mi ez a probléma, hogy ez valójában egy lehetőség, és ma használjuk ezt a szót. Csak hogy egy év alatt mennyit változott a gondolkodás egy szó kapcsán is. És mi van még előttünk? Azt gondolom, ha ezt most felolvasnám, ez egy újabb sárga lap lenne. Kettő pontot szeretnék mondani az elkövetkező előttünk álló feladatokról. Itt is továbbra is szeretném a komplexitást, szeretném az egyensúlyt megtartani az elemek között. A kettő pont, ami most jelentős számomra, szeretném, hogyha minden kollégám a legnagyobb tudását, a hozzáadott értékét bele tudná dobni ebbe a közös munkába. Nagyon nagy tudás van a 320 ember fejében. Nagyon nagy tapasztalat van a 320 ember fejében, csak nem hoztuk ki eddig, és nem ez volt a fő fontos feladatunk. Valamint a másik pont, ami nagyon izgatja a fantáziámat, az áruházban kettő áramlás figyelhető meg alapvetően. Az egyik áramlás a vásárlónak az útja. Megérkezik a parkolóba, bemegy az áruházba, bevásárol, a kasszasoron keresztül elhagyja az áruházat, majd elhagyja a parkolót. Ez az egyik áram. A másik áramlás a terméknek az útja. A termék beérkezik az áruátvételen keresztül, kikerül az eladóterünkbe, elhagyja a kasszát, majd elhagyja a parkolót. Szeretném ezt a kettő fő áramot megvizsgálni, és megérteni, és megtalálni a lehetőségeket benne. Hol sérül, hol nem tudom megadni a vásárlónak az igényét, az óhaját. Ez a két pont, amit így idén kitűztem magamnak, hogy szeretnék aktívan dolgozni ebbe. És kettő személyes gondolattal zárnám a prezentációmat, kettő személyes célom van. Pár héttel ezelőtt találkoztam egy birkózó egyesülettel. Hát gondolhatják, hogy nő lévén a szívemet nem dobogtatta meg ez a találkozó, azonban
kettő nagyon szép gondolata volt az egyesületnek. Az egyik gondolat az volt, hogy a gyerekeket 5 éves koruktól elkísérik akár 20-25 éves korukig a tanulásuk során, mind fizikailag, mind szellemileg, mind értelmileg segítik őket a fejlődésbe, addig, amíg eljutnak magyar bajnoknak. Én szeretném elkísérni a csapatomat a Lean tanulási folyamat során, azért arra számítok, hogy ez nem 20 év lesz. A másik pont pedig, hogy a birkózó szőnyegnél ezek a gyerekek is rövidnadrágba állnak. Nincsen társadalmi hovatartozás, nincsen szociológiai probléma köztük. Ezek a gyerekek ma játszanak, és a sikerre szeretnének törekedni. És azt gondolom, hogy egyenlő a hozzáférésük a sikerhez, és ezt látom, ezt érzem a Linnel kapcsolatban, hogy mindannyiunknak nyitott, és mindannyiunknak ott van a hozzáférés. Ennyit szerettem volna bemutatni önöknek, és nyitottan várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen! Öt percünk van most körülbelül kérdésekre, úgyhogy aki szeretne kérdezni, szerintem tegye is fel minél gyorsabban a kezét. Két mikrofonunk van, tehát a következő előre megkaphatja a mikrofon. Egy mikrofon még eladó, most már ott hátul is. Akkor itt az úr, mutatkozom be, legyen szíves. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Szegi Dénesnek hívnak, és a Mars Magyarország Kft-től jöttem. Először is gratulálok a sikerekhez, és köszönjük. További jó utazást kívánok a Lean során. És az én kérdésem az lenne, hogy mi volt az a három legnagyobb kihívás, amivel találkozott ez az utazás során? Az első az emberek. A 320 kollégát ma megmozdítani kihívás, valóban kihívás. A vezető szinten ez azt gondolom, hogy nagyon könnyen megy. Bevonni a dolgozókat és megmutatni nekik, hogy egy új gondolkodásba, egy új kultúrá a kialakítása során mi a fontos, ez ma valós kihívás és nehézség. Másik nehézség vagy kihívás a folyamatoknak a megismerése. Mint áruházigazgató tisztában vagyok azzal, hogy mi történik ma az áruházban, viszont a folyamatokat ma ennyire mélyen nem vizsgáltuk, mint ahogy most belemegyünk, és amennyire most szeretnénk megismerni a folyamatokat, és feltárni benne a lehetőségeket. A harmadik pedig maga a kultúraváltás, maga a gondolkodás, és elsődlegesen a magam gondolkodásának a megváltoztatása. Nehéz volt a jelenlegi szokásaimat, meg a rutinjaimat félretenni, és azt mondani, hogy most egy új irányba próbálok megelindulni. Nehéz és apró kis lépésekkel. És még mondanék egy negyedeket, jó, mert azért türelmetlenek vagyunk az áruházban. Én nagyon türelmetlen, nagyon gyorsan szeretnék mindent, és szeretném az eredményeket. És be kellett egy kicsit lassítanom, és el kellett fogadnom, hogy hosszú távon fog érkezni az eredmény, de most szépen lépésenként kell elérnünk oda, és nem most akarjam. Köszönjük szépen, tehát ismét eladóvá vált egy mikrofon, és közben a következő kérdés. Gábor Zoltán G. Na, az utolsó szlájdokhoz kapcsolódnék, az lenne a kérdésem, hogy a kollégák elköteleződése tekintetében, hogy mik lennének az akciók, illetve hogyan mérnétek majd a sikert? Akciókban gondolkodtunk. Azt gondolom, hogy ha én foglalkozom a senior menedzsereimmel, a menedzserek foglalkoznak, a senior menedzserek a menedzserekkel, akkor végig tud menni ez a tudás, ez a gondolkodás az egész áruházon. Elsődlegesen ebben vagyunk, és ebben gondolkodunk. És hogy hogyan mérjük ezt? Készült az áruházban egy hogyan működünk jelenleg kérdőív. Megkérdeztük a kollégákat, hogy különböző 13+1-es ilyen totószerű ív volt, ahol meg tudták mondani, hogy mit gondolnak. És szeretnénk mérni negyed évente azt, hogy változik-e a rólunk alkotott képük. Érzik-e azt, hogy változik-e esetleg a mi viselkedésünk. Ilyen kérdések vannak benne egyébként, hogy sikeresnek érzem magammal a munkába. Tudom, hogy mit kell elvégezzem, és a nap végén pontosan tisztában vagyok el, hogy elvégeztem-e a feladatomat. És még korábban, már ez a harmadik ív, ami most készül, korábban kijöttek esetleg negatív vagy alacsonyabb értékek, most elindultunk a pozitív irányba. Úgyhogy mérhetővé tettük ezt a gondolkodást is. Köszönjük. Következő kérdés. Sebestén Balázs a Delphi-tól. Ugye említette, hogy az OSAN egy tényleg nagy vállalat, és itt feltételezem, hogy a vállalatnak léteznek standardjei, hogy egy áruházat hogyan kell működtetni a világ 16 országában. Hogyan sikerült a menedzsmenttel elfogadtatni azt, hogy a
föntről definiált standardektől eltérően ön valami újat akar, máshogy akarja csinálni, máshogy akarja, nem tudom, a cukrászatot működtetni, vagy éppen a raktárba a bevételeztetést. A vállalat ma nagyon nyitott arra, hogy kísérletezzünk és próbáljunk meg új folyamatokat, új irányokat megfogni. Úgyhogy nem kellett győzködnöm, hál' Istennek, senkit, hanem nyitott kapukat döngettem abban a tekintetben, hogy elmerek ma térni esetleges régi standardektől, vagy esetleges régi procedúráktól. Ma érzi a vállalat, és szeretné aktívan, elköteleződve ezt a lean szemléletet elsajátítani. Nagyon szépen köszönjük Timának és a kérdezőknek is.